Ellátogatunk a Váci Mihály Kulturális Központba, ahol jótékonysági koncertet szerveznek a Goldens Group Tánc Stúdió vezetésével. Vendégem pedig Szanyi Anna Mária, főszervező és a Tánc Stúdió vezetője is. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Igazából háttérbe szerettem nagyon maradni az egészben, csak szervezni és háttérből igazítani a dolgokat, de minden áldozatra nem szeretek beszélni. És de minden most muszáj lesz. Igen, most már muszáj, és minden, bevállalunk minden áldozatot. Hát, meg szükséges is erről beszélni. Azért igen, a jótékonyság egy táncstúdiónál... Ez az életünkben, a Goldens Group életében már 15 éve létezünk, és ez nagyon gyakori volt, vagyis 13 évig én Ibrányba is működtem, és ott majdnem minden évben szerveztünk ilyen jótékonysági koncerteket, és már most jelenleg csak Nyíregyházán vagyunk, és úgy éreztem most a 15. jubileum gálán, azt látva azt, hogy ilyen telt házunk van, úgyhogy igen, és meg tudjuk csinálni ezt Nyíregyházán, nagyobb városban is. Mm-hmm. És akkor itt jött ez az ötlet, és hiányoltam már ezt a érzést, ezt a segítőkészséget, és úgy voltam vele, hogy most eljött ez az idő, és most ezt meg szeretném szervezni. Én úgy hallom, úgy veszem ki a hangodból, hogy te is, és gondolom a táncosok is izgatottan várják ezt az eseményt, amely december 16-án lesz. Igen, december 16-án lesz este 5 órától, de már a készülődés már ez már szeptembertől elkezdtük a készülődéseket. Lesznek új koreográfiánk, lesznek régi koreográfiáink, lesznek olyan csoportok, akik most kezdte a tánc lépéseket, most jelentkezett hozzám szeptemberben, és már debütálni fog a színpadon. Első fellépésük lesz. Mesélj egy kicsit magáról, a táncstúdióról. Miket táncolnak ott a ügyes lábúak? A táncstúdiót inkább klasszikus, meg jazz balett jellemzi, picit show tánc, és nem állunk szerintem messze még a kortárs tánctól sem. Picit, hát szeretnénk fejlődni, mindig is fejlődünk, és próbálom mindig újat és újat adni a gyerekeknek. Sok versenyeken veszünk részt, már picit reklám, de nem szerettem volna reklámozni, de világbajnoki címünk is van. 2022-ben elértük azt, hogy világbajnokok is vagyunk. Ezt a címet szeretnénk tovább is tartani, de most jelenleg a koncertre, a jótékonysági koncertre koncentrálunk. De ez egy nagyon szép eredmény, hát ezt nem is szabad elhallgatni, erről beszélni kell. Egyénileg vagy csoportosan jönnek, ha inkább? Mi erősek vagyunk csoportban. Uh-huh. Mondani való táncokat inkább jellemzi a csoportot mindenféle témában. Mindenféle problémák, szerelmi, gyerekek problémái. Most mondjuk lesz egy olyan koreográfia is, hogy a mai fiatalság, hogy ne menjen mindenki után, legyen saját véleménye, ne engedje azt, hogy irányítsák. Hogy ne álljon be a sorba. Ne álljon be a sorba. Uh-huh. Az egyik koreográfiánk egy ilyen lesz. Vagy egy szerelmi, vagy egy betegség utáni állapot, hogy legyen erő újrakezdeni az egészet. Ez egy, mondjuk egy szóló lesz, de inkább erősebbek vagyunk mi a csoport. Koreográfiákban. Úgy gondolom egyébként, hogy az igazi nagy művészet, aminek van mondani valója, ami mondani való fontos. És fontos az is, mivel ez egy jótékonysági fellépés, hogy kit támogattok a bevétellel. Igen, amikor megfordult a fejembe, hogy jótékonysági koncert, és valahogy jött ez az ötlet, mivel nem tudom, lehet azért, mert 3 gyerekes anyuka vagyok, és egy anyának szerintem a legfontosabb az, hogy egészségnek lássa a gyerekét. És ez csak úgy jött, szerintem nem is kéne magyarázom, hogy miért jött, hogy éppen a Józsaváros kórháznak, a gyerekosztályának fogunk gyűjteni. És a 100%-os belépő díját nekik fogjuk szánni. És akkor gondolom, ezt a törekvést azért folytatnátok is a jövőben, tehát most én ez egy karácsonyi... Igen, én nagyon szeretném, hogy ezt minden évben meg tudjuk ismételni, de ezt most így előre nem tudom, mert majd
talán, ha lemegy a koncert, és azt fogjuk látni, hogy mennyire nyitottak az emberek ilyen dolgokhoz, akkor többet tudok mondani, de én az a célom, hogy igen, ez minden évben ezt megismételjük. És külön öröm egyébként, hogy itt a Váci Mihály Kulturális Központban voltatok, itt már léptetek fel, milyen itt a színpad? Minden évben itt szervezzük a táncskálánkat. És amikor megfordult, és elkezdtem szervezni, és kerestem szálakat, hogy kihez tudok fordulni, és nagy segítségem lett tényleg, ahogy meghallották az ötletemet, nyitottak voltak, és mindenben segítettek, szervezés, plakát. Tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok nekik, hogy ennyire segítőkészek voltak, és szerintem, ha nem a Váci Mihály Kulturális Központ, nem állunk itt, és nem... Már most lehet mondani, hogy nagyon sok jegyet árultunk el, de még van, és várunk mindenki sok szeretettel. Ez talán a legtökéletesebb végszó, akkor a nézőknek még egyszer mondom, hogy 2023. december 16-án délután 5 órakor lesz ez a jótékonysági koncert. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy megosztottad velünk a részleteket. Én köszönöm a lehetőséget.